Sziasztok! Sziasztok! Elérkeztünk következő adásunkhoz. Explained videó, bemutatjuk nektek a PoE szabványokat. Milyen PoE szabványokról is fogunk beszélni, Peti? Hát szerintem fogunk beszélni a passzív szabványról, fogunk beszélni az AF, AT, BT szabványról. 802.3. Bizony. AF, AT, BT. Type 1, 2, 3, 4. Kezdjünk is bele? Nézzük. Na de Peti, először is mire használjuk a PoE-t? A PoE-t máson ugye Power over Ethernet az eszközöknek a megtáplálására. Meg lehet például IP kamerákat, Wi-Fi LP-kat, sőt adott esetben még laptopok töltésére is alkalmas lehet bizonyos PoE szabványok, vagy LED panelek megtáplálására lehet használni ezeket a PoE szabványokat. Bizony. A Ubiquiti házatáján láttunk ilyet. Igen. Ilyen LED-es megoldást. Kontrollert is láttunk PoE-n megtáplálva. Igen. Például Ubiquiti-re, ha már itt vagyunk, akkor térjünk ki. Ubiquiti-nél az esetek nagy részében úgynevezett passzív PoE-t használnak. Nem csak Ubiquiti-nél. Pont-pont és multipont eszközök esetén. Bizony. A Wi-Fi-nél ott már azért szabványosítottak egy ideje szerencsére. Igen, de ott is lehet használni nem csak a szabvány PoE-t, hanem passzív PoE-t is. Mi ez a passzív PoE először? Kezdjünk ebbe. A passzív PoE az olyan, amikor a kékfehér, kékbarna, fehér-barna érpárakon visszük a távfeszültséget mindenféle megkérdezés nélkül. Nem kérdezzük meg a kliens eszközt, amit megtáplálunk, hogy akarjuk, akar-e távfeszültséget, vagy nem akar. Mindenképpen kiadjuk rá a távfeszültséget, akár szeretné, akár nem. Ha például kiadunk oda 48 voltos távfeszültséget, ha a laptopon képpen nem szeretné ezt a 48 voltos távfeszültséget, akkor elszáll a füst belőle, és villámgyorsan 100 megabites interfészé varázsoljuk a gigabites interfészünket. Tehát a passzív PoE-nél érdemes vigyázni. Bizony, ott amit rádugunk, ott tulajdonképpen az meg is kapja azt a távfeszültséget, és hát ugye ebből rengeteg probléma származott a múltban, na ezt hivatott mindegyik korábban említett szabvány, AF-AT-BT, kiküszöbölni. Itt van egy kommunikáció, a kliens eszközt, vagy a megtáplált eszköz, és az adott switch, vagy PoE feladó között. Na ezt boncolgassuk. Hogyan is működik ez? Mi ennek a metodikája? Hát kezdjük az elejéről. Ugye többféle szabványt emlegettél. Az egyik a 802.3 AF, AT és a BT szabványok. Ezek úgynevezett csúf nevükön, ilyen aktív PoE-nak hívjuk, amikor maga a PS-e, tehát a PoE switch például, vagy a PoE eszközön megtáplálja a PD-t, a kliens eszközt, ők lekommunikálják egymással, hogy szüksége van-e a kliens eszköznek PoE-ra, vagy nincs szüksége PoE-ra. Ha szüksége van, akkor megkapja a megadott feszültséget, a megadott klasszosztályba sorolja őket, és így működik. Nézzük ezeket. Hogy működik először a PoE kiadás? Először mondjuk a PoE switch, egyszerűség kedvéért, kiad egy olyan nagyjából 10 voltos feszültséget a megadott térpárokra, megnézi, hogy a kliens eszköz PoE képes-e. Ha PoE képes, akkor válaszol, és egy kicsit nagyobb feszültség szinten, olyan 20 volt környékén, lekommunikálják, hogy milyen klasszosztályba sorolódik a kliens eszköz. Ez a megadott klasszosztály, ez egy teljesítmény szintet jelent. Például mondok valamit, egy 7 wattos klasszosztályba sorolja a kliens eszközt, és ezt a 7 wattot a switch leallokálja saját magának, hogy ez a 7 wattot erre a kliens eszközre fogom félretenni. Az összes aktív PoE switchnek értelemszerűen van egy PoE büdzséje, uh-huh. amivel érdemes tervezni, amikor hálózatot építünk és tervezünk, de akkor maga a switch tudja, hogy neki mi a power büdzséje, és akkor abból allokálgat, igen. annak függően, hogy hogyan egymás utányából ugye kötöttük rá a PoE képes kliens igen. eszközöket. Erre azért van szükség, mert például egy IP kamerát, ha megnézünk, nappali időszakban fogyaszt, mondok valamit, egy 3 wattot, egy relatív alacsonyabb teljesítményfelvétele van, de jön az este, be kell kapcsolni az infráját. Rögtön nagyobb teljesítményfelvétele van. De ezt már előre lekommunikálja a switch-el, hogy mekkora lesz a maximum teljesítményfelvétele, uh-huh. hogy nehogy a switchnek a PoE budgetjéből kifussunk, és akkor egyik eszközünk sem működjön. Uh-huh. Ezek úgynevezett klasszosztályokban vannak sorolva. De például, hogyha a kliens eszközünk támogatja az LLDP funkciót, akkor nem muszáj a klasszosztályokat betartanunk, hanem akár 0,1 wattos lépésekben is meg tudja mondani a kliens a switchnek, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, és akkor csak annyit fog leallokálni a switch a teljesítményéből. Aha, értem. Tehát akkor átbeszéltük a Discovery, uh-huh. Classification és Operational Phase módot. Az Operational Phase az tulajdonképpen az, amikor megkapja a távfeszültséget az eszköz, és el is indul, ezt uh-huh. talán nem említettük, de adta magát. És akkor... Hány voltos távfeszültséget kap?
hány voltos távfeszültséget kap? Maga a kliens eszközök, és meg a switchek, és a kliens eszközök ugye más-más távfeszültségű szabványban vannak. Az azt jelenti, hogy maga a switch nagyobb feszültségértéket is kiadhat, mint amit a kliens megkap. Ez miért van? Azért, mert a kettő között, a switch és a kliens között lehet akár 100 méteres kábel is, ahol elég nagy feszültségesésünk lehet. Tehát elképzelhető, hogy ki kell adni a switchnek mondok valamit 56 voltot, de a kliensre csak 44 volt érkezik meg a hosszú kábel miatt és a nagy teljesítmény felvétel miatt. Feszültséges is keletkezik a kábelen. Igen. Ezért fontos, hogy milyen kábeleket használunk. Kicsit össze van kuszálva ez a dolog, én úgy érzem, mert többféle megnevezés van a piacon, mindenféle gyártó máshogy nevezi ezeket a szabványokat, van, aki úgy hivatkozik rájuk, hogy 802.3 alfa TBT, van, aki úgy hivatkozik rá, hogy PoE, PoE+, PoE++, meg aztán gondolom majd két év múlva jön a PoE++++++, aztán vannak itt a type megnevezések, tehát type, PoE type 1, type 2, type 3, type 4, na ebben egy kicsit rakjunk rendet. Na nézzük. Jó, kezdjük a type 1 PoE vagy AF-el. Na, ez mind a három megnevezés, ez tökéletes. Ugye 802.3 AF PoE, más néz a Type 1-es PoE szabvány, ez 15,4 wattot tud kiadni a PoE switch, ebből 12,95 wattot tud felhasználni a kliensünk. Ez többféleképpen működhet, ez a PoE szabvány, úgynevezett mód A vagy mód B megtáplálással. Itt a mód B megtáplálás, ez azt jelenti, hogy a kék-fehér-kék, barna-fehér-barna érpárakon megy a távfeszültség. A másikon a narancs-fehér-narancs, zöld-fehér-zölden pedig az adat. Ez a hagyományos PoE megtáplálás, általában ezt szokták használni. De lehetőség van úgynevezett mód A megtáplálásra is, amikor csak a narancs-fehér-narancs, zöld-fehér-zöld érpárakat használjuk, itt megy az adat, és itt megy a tápfeszültségünk is. Vigyázni kell erre, nem mindegyik PoE switch és nem mindegyik PoE eszköz támogatja mind a két szabványt. Tehát, amikor vásároltok valami PoE eszközt és switchet, ezeknek a kompatibilitásáról is meg kell győződni, nem csak arról, hogy AF, AT vagy BT PoE-ról beszélünk. Ha megyünk tovább, ez volt ugye a Type 1-es PoE szabványunk, a Type 2, vagy PoE Plus, vagy más nevűen 802.3 AT PoE, ez már 30 wattos kimenő teljesítménnyel rendelkezik a switch oldalt, és a kliens kicsivel kevesebb, 25,5 wattot képes felvenni ebből a teljesítményből. Itt ugyanilyen PoE megtáplálásunk van, tehát a mód A és a mód B ugyanúgy elérhető. Annyi az összeértésünk, itt kicsit nagyobb teljesítményünk van, ez már 2009-es szabvány, és nemrég, két évvel ezelőtt, 2018-ban jött a BT szabvány. Egyből ugye... két type-ot is magáévá tudott, a type 3-at és a type 4-et, amiben a különbségek, ha jól tudom, a teljesítményben keresendőek, de van ott még azért turpisság, és mivel hogy ez a legújabb szabvány, a legkevesebb felhasználási tapasztalattal, itt majd meg fogunk osztani pár érdekességet erről. A kettő között van egy kicsi eltérés. Ugye az egyik, a Type 3, az 60 wattos teljesítménnyel rendelkezik, míg a Type 4, az akár 100 wattos kimenő teljesítményt is képes szolgálni switch oldalról. Az egyik legnagyobb eltérés köztük, hogy a Type 4-nél már kizárólag csak úgy lehet megtáplálni az eszközöket, hogy mind a négy érpáron megtápláljuk az eszközt. Tehát nem csak a kék-fehér-kék, barna-fehér-barna érpárakon, hanem zöld-fehér-zöld, narancs-fehér-narancson is ugyanúgy kiadjuk a távfeszültséget, és egy transformátor segítségével leválasztjuk az adatról, és a Type 4-nél, hogyha 100 watt teljesítményt szeretnénk kiadni, akkor ott mindenképpen csak ilyen megtáplálásunk van. Még a Type 3-nál lehetőségünk van visszanyúlni még a régebbi szabványokhoz, ott használhatjuk a mód A-t, vagy a mód B-t ugyanúgy, hogyha éppen ezeket szeretnénk. Viszont a BT szabványnál kicsit másra kell figyelnünk inkább, a hőmérsékletre. Igen. Mi lehet? Érpáronként 940 milliamper, az már közel 1 amper, azért az már tetemes hőt tud termelni. Ezzel a hővel meg kell küzdeni, mert ugye ezt azért 100 wattot beletáplálunk ezekbe a gyenge áramú kábelekbe, azért az... Az hagyja, hogy beletáplálunk, de szabvány szerint a 100 wattot táv adunk ki, de csak 71 watt az, amit a kliens eszközünk maximum felvehet. Tehát elveszítünk 30 watt fűtést generálunk 100 méter kábelen. Most ezt képzeljétek el, amikor egy kábelcsatornán mondjuk 50 darab kábelen szeretnénk
per kábel 30 wattot eldisszipálni, ott azért okozhat az meglepetéseket, hogyha az ember nem megfelelő hőtervezéssel indult neki. És akkor itt már egy is értünk ahhoz a ponthoz, hogy azért a BT az nem az a történet lesz, amiről nem kell túl sok mindent tudni, csak azt, hogy rádugom és működik, mint az előbbieknél. Itt azért érdemes odafigyelni például a kábel fajtára, mert amíg mindegyik szabvány tulajdonképpen csak azt írja elő, hogy KAT5 kábelt minimum használni kell a telepítéseknél, addig itt a nagy hőveszteség miatt érdemesebb följebb lépdelni ezen a lépcsőn, és inkább KAT6 kábelt használni. Vagy KAT6-at inkább. Tehát ugye minél magasabb kategóriosztói kábelbe soroljuk, annál nagyobb az elemi érveknek a keresztmetszete, tehát kisebb a feszültséges és kisebb a teljesítményvesztésünk rajta, és kevesebb hőt disszipálunk el. Így van. Ennél drágábbak is értelemszerűen, mert annál több rész kerül bele a kábelbe, ami elég erősen arányos az árával a terméknek, de azt tudni kell, hogy azért, hogyha 100 wattot akarunk átvinni, akkor ahhoz kell rész, sajnos sok rész kell ahhoz per kábel. Akkor maradjanak a tanácsok hátra, a legjobb tanácsok, amiket a BT-PoE megtápláláshoz tudunk javasolni. Kezdjük is talán a csövezést. A csövezésnél mire kell figyelni? Hát arra kell figyelni, hogy magát a megfelelő csöveket elég nagyra, tágasra kell hagyni, hogyha sok ilyen kábelt vezetünk el benne a hődisszipáció miatt. Ha egy vékony csőbe, nem tudom, egy 25-ös csőbe rakunk 4 darab FTP kábelt, nagyon szépen belefér, semmi probléma nincs vele, de hogyha minden négyen 100 wattot szeretnénk kiszolgálni, akkor ott akkora a hőtermelése lesz, hogy ott komoly problémákat okozhat. Adott esetben itt ilyen 90 fok felé is mehetnek a kábelek, és az ott komoly problémát jelenthet magába a föld alatt, vagy az adott helyen, az adott szájton. Igen, tehát tulajdonképpen érdemes arra is odafigyelni, hogy magasabb hőtűrésű kábelt válasszunk, amennyiben nagyobb teljesítményt szeretnénk átvinni. Ezt tudjátok ellenőrizni a kábeleknek a köpenyén, hogy milyen hőtűrésre vannak tervezve, hitelesítve. És ha itt vagyunk a köpeny részen, akkor érdemes egyébként földelt kábelt venni. Hogyha van rajta valami fém shield, akkor egy kicsit jobban elvezeti a hőt, és kicsit jobb a hőleadás a kábelnek, kicsit jobban hűl. De nem csak a kábelnek a köpenyére érdemes figyelni, hanem a csatlakozókra. Igen, a szerelvényeknél ugyanígy érdemes figyelni. Minden pontját az adott kábelnek, azt érdemes fém borítással ellátni, mert a fém jobban adja át a hőt, mint a műanyag. És itt azért, mint említettük, akár 30 wattot is el lehet fűteni. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan építkezünk. És ezért is egyébként a Type 4-nél a IEEE az elő is írja, hogy hőtervezés szükséges, amennyiben 100 wattot szeretnénk, míg a korábbi szabványoknál ilyen kitétel, kritérium nem volt. Most már oda kell figyelni a hőtervezésre, amennyiben BT és Type 4 PoE megtáplálást választunk eszközeinknek. Ami egyébként egyre több helyen érdekes lesz, az látható, a switch gyártók, a access point gyártók is egyre nagyobb teljesítményű eszközöket tesznek le az asztalra. Ezek az egyre jobb teljesítményű eszközök egyre több árammal tudják az éhségüket ugye kielégíteni. Nem véletlenül hívták mostanában életre a BT szabványt. Jönnek a PoE switchek, a BT és PoE switchek. Azért itt jó sok 100 watt PoE teljesítményt kell majd disztribútálni ezeken a vezetékeken. Tervezzetek okosan és előre. És mindenképpen jó minőségű kábelt használjatok, mert jövőben szerintem nem lesz ritka például PoE megtáplálású tévé, vagy PoE megtáplálású tintasugaras nyomtató, vagy hasonlók, mert gond nélkül lehet. De ha alacsonyabb kategóriájú kábeleket használjátok, akkor elképzelhető, hogy ezek nem fognak működni megfelelően. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, ne felejtkezzetek feliratkozni a csatornánkra, ha még nem tettétek, de a csengő gombot is nyomjátok meg, nagyon fontos. Sziasztok, jövő héten jelentkezünk, addig is szép hétvégét! Sziasztok!